Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Az ő szív üzenete. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Először megnézzük azt, hogy milyen helyzetben van jelenleg. Itt látható a kezében ez a horgony. Számára most nagyon fontos a biztonság érzete, ahol ő le tud horgonyozni. Ez lehet a lakhely, ez lehet a párkapcsolat, amit még ez a kártya jelenthet, a munka, a hivatás. Az ő gondolata vagy terve. Itt vannak viták, nézeteltérések. Mivel a horgony jelenteti a munkát, a hivatást is, lehet, hogy ott vannak nehézségek, hogy valaki támadja őt, és valakivel vitázik. Az ő érzelmei. Itt kezébe veszi a dolgokat, lesz mozgás, előre mennek az események, azt is jelentheti a kép, hogy közeledik hozzád. Mit fog közölni veled? Itt a madarak jelentik a kommunikációt, a könnyűséget is. Számára nagyon fontos, hogy ti beszéljetek egymással. Mi az, amit mondani akar, de nem meri kimondani, vagy nem akarja kimondani? Itt ezen a képen látható egy érték, egy talizmán, hogy szüksége van erre a talizmánra, ami őt erősíti. Vagy azt is jelentheti a kép, hogy legszívesebben így energiailag lenne veled egy hangban, vagy tart egy szertartás, de ebben nincs semmi negatív, hanem egy olyan szertartást jelent, amikor ő azt szeretné elérni, hogy legyen közeledés, legyen egy párkapcsolat. Persze, ő erről nem beszél. Hogy lát téged? Itt az egerek fel tudnak falni valamit, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Ez jelentheti azt, hogy most nem vagy a közelében, és hiányzol neki. Azt is jelentheti a kép, hogy fél attól, hogy elveszít téged. Jelentheti azt is, hogy ő úgy érzi, hogy nálad vannak félelmek. Mi fűz össze benneteket? Itt látható egy találkozás, egy közeledés, hiszen itt van ez a szerelmes pár, ez a szerelem, ami összeköt benneteket, de a háttérben megjelenik a híd, és az azt jelenti, ez most még egy átmeneti időszak. Az egyik partot már elhagytátok, de az új partot még nem értétek el, hiszen itt vagytok a híd közelében. Tehát kell még egy kis türelem, amíg itt kibontakozik valami, vagy lesz egy közös cél, vagy lesz egy közös otthon. Jelenleg van az átmeneti időszak. És ez volt ez a szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!